Uniós források. Megjelentek a terület és település fejlesztési operatív program első felhívásai. A TOP a helyi közvetlen gazdaságfejlesztést támogatja majd elsődlegesen. Több gyermek születik. 2015 első 10 hónapjában 76.531 gyermek született Magyarországon. Ez 366-tal több, mint az előző év azonos időszakában, derül ki a KSH adataiból. Rendkívüli hideg. A hajléktalanok jelentős része fedél alá húzódott a nagy hidegben, az utcán élőkre pedig kiemelt figyelmet fordítanak a szociális egyesületek. Megjelentek a terület és település fejlesztési operatív program első felhívásai. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A TOP a helyi közvetlen gazdaságfejlesztést támogatja majd elsődlegesen, valamint forrásokat biztosít a települési önkormányzatok és a megyék fejlesztéseihez. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke arról tájékoztatta televíziónkat, a hónap végétől már több felhívásra lehet pályázni, ezért szakmai értekezéseket tartanak ezen a héten. Ahogy korábbi tudósításainkban már szóltunk róla, a 2014-2020-as Európai Uniós ciklusban országosan közel 1200 milliárd forintos a terület és település fejlesztési operatív program kerete. Ebből Nyíregyházáé közel 25 milliárd forint, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye topos forrása pedig mintegy 90 milliárd forint. 6 támogatási felhívás jelent meg karácsony előtt, ami már január első napjaiban is munkát ad nekünk, és hát reméljük, hogy folyamatosan jelennek meg a többi támogatási felhívások is az év első felében. 6 közül kiemelném a foglalkoztatási paktumra vonatkozó támogatási felhívásokat. Azért mondom, hogy felhívásokat, mert 2 van, egy megyei, egy helyi paktumokra vonatkozó támogatási felhívás, a 1,3 milliárdos ennek a forráskerete, a megyei önkormányzat konzorcium vezetőként van nevesítve a pályázatba, illetve hát projektmenedzsment szervezetet, paktumirodát is fog működtetni ennek a programnak a keretében a megyei önkormányzat. Az elnök hozzátette, az egyik legjelentősebb uniós támogatási lehetőség a terület és település fejlesztési operatív program, amelynek első felhívásai már nyilvánosak. Az első pályázati kiírás, mondom, talán ami legkorábban esedékes, január végén esedékes az egészségügyi alapinfrastruktúra fejlesztését megcélzó támogatási felhívás, tehát arra egy hónap van, hogy a kedvezményezettek beadják. Ugye itt nem a megyei önkormányzat lesz a kedvezményezett, viszont több mint 60 település jelezte, hogy a mi partnerségünkkel, projektmenedzsmenti, pályázatírói szerepkörünkben szeretné ezeket a programokat megvalósítani. Őket a hétre összehívtuk, megbeszélni a teendőket, de itt elsősorban a leendő kedvezményezetteknél van a labda. Ebben az esetben szinte kizárólagosan azt gondolom, hogy települési önkormányzatok pályázhatnak erre a forrásra. A topos támogatási felhívások interneten is elérhetőek, és mivel a hangsúly a régiók helyett már a megyékre helyeződik, a pályázók támogatása gyorsabban valósulhat meg a korábbiakhoz képest. 2015 első 10 hónapjában 76.531 gyermek született Magyarországon. Ez 366-tal, azaz 0,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Térségünk kiemelkedő helyen szerepel, évről évre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születik a legtöbb gyermek. Ám a gyermekvállalás ideje kitolódott, mondják a szakemberek. A 20 évesek körében egyre kevesebb a szülés, a 40 évesek között pedig már nem ritka a gyermekvállalás. Az elmúlt 2-3 évben térségünkben folyamatosan emelkedik a születésszám, mondta el kérdésünkre a Józsa András Oktatókórház szülészet-nőgyógyászati osztályának vezető főorvosa. Pap Károly hozzátette, a gyermeket vállalók életkora pedig egyre jobban kitolódik. 20 és 25 év közöttének a szülésszáma drasztikusan csökkent, tehát az folyamatosan csökkenő tendenciát mutat az elmúlt mondjuk 10 évben, ami örömtelen, hogy 30 év fölötteknek a szülésszáma emelkedik,
ez kifejezetten még a 35 év fölött, és ami régen ilyen kuriózum volt, hogy valaki 40-42-44 évesen vállal esetleg szülést, az most már mindennapos eseményé válik. Tehát azt tudom mondani, hogy a második, harmadik gyermek megszületése megindult, és igen, a hölgyek, akik úgy gondolják, hogy megcsinálták egzisztenciájukat, tudják vállalni a második, vagy harmadik gyermeket, akár 35 év, 38 éves kor után is. A szakemberek azt mondják, veszélyesebb idősebb korban szülni, de az egészségügy fejlődésével biztonságossá teszik a várandóság heteit, valamint a szülést is. Sokkal veszélyesebb, mint mondjuk valakinek 20-22 éves korban szülni, viszont mind a újszülöttek ellátását, tehát a perinatológia, mind pedig a mi szülészeti ellátásunk azért, hál' Istennek, sokat változott, nem biztos, hogy fejlődött, de változott, amely azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat gyakrabban végzünk, például császármetszést, bizonyos ezeket sokkal gyorsabban, kisebb megterheléssel, kisebb szövődménnyel, így ez majdnem, hogy alternatívjává vált a szüléseknek, tehát nem azt mondjuk, hogy hú, hát probléma, mert császármetszése költ a sor, hanem igen, ez volt ennek az útja. Manapság a legtöbben gazdasági vagy egészségügyi okok miatt vállalják később a gyermeket, mondják a szakemberek. Elkapom. Imádok hintázni. Ő Csongor, aki nagyon szeret hintázni, szülei sokáig vártak 15 hónappal ezelőtti megérkezésére. Nagyon szeretnénk második babát, viszont nagyon meg kell gondolnunk a mai gazdasági helyzetben. Mind a ketten ugye szerencsére van munkahelyünk, de most például nekem is vissza kellett mennem dolgozni, mert hát igen, szükségünk volt a gyerekstrára, amit most ki is használtunk, és hát most, hogyha egy kicsit stabilizálódunk majd anyagilag, akkor mindenféleképpen a hát jövő karácsonykor már szeretnénk, hogyha a kistesó is megérkezzen. Ez a kisfiú Nyíregyházán az év első babája, őt követte ez a kislány. A nyíregyházi kórházban csak tavaly 3550 szülés volt, ilyen jó adatokat utoljára 2006-2007 környékén regisztráltak. Szorgalmazza a Jobbik az M49-es gyorsforgalmi elkerülő megépítését, hangzott el a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Földi István, a Jobbik megyei önkormányzati képviselője elmondta, az elmúlt évtizedben mintegy 50 ember vesztette életét az érintett 8 település mentén. A legveszélyesebb csomópont a Mátészalka-Kocsord-Győrtelek vonal, közölte a politikus. Rengeteg baleset, a családházak tönkretétele, hatalmas forgalom. Itt például ki lehet emelni, amit folyamatosan kiemelek, hogy Kocsordon megmérték ezt 2006 környékén, 13 ezer autó haladt át akkor ugye azon a településen. Ez ma folyamatosan növekszik. Például a most megelőző ünnepeknél, a Csengersimai határátkerőnél 4,5 kilométeres sor állt bizonyos tudósítások szerint. Ezt szerintem nem kérentől kezdve alátámasztani semmivel, sőt, ezzel minden egyes felelős vezető, ami ugye érintett település, ezzel mindenki tudatában van, és ezzel együtt kérentől kezdve tenni. A hajléktalanok jelentős része fedél alá húzódott a nagy hidegben, az utcán élőkre pedig kiemelt figyelmet fordítanak a szociális egyesületek. A mínusz 10 fokot is meghaladó hideg beköszöntével egyre több melegételt osztanak, és egyre több tanyagondnoki feladatot látnak el a Jó Bolivér Szeretet Intézmény munkatársai, akik naponta akár többször is felkeresik a rászorulókat. A november 1-től krízis időszaknak számító téli hónapokban a hőmérséklet lehűlésével egyre többen szorulnak segítségre a megyeszékhelyen és a környező bokortanyákon. A szociális egyesületek a hajléktalanokat, valamint a tanyavilágban élőket is segítik. A Jobb Olivér Szeretet Intézmény a szociális étkeztetés mellett célul tűzte ki, hogy a tanyagondnoki szolgálat keretében minden nap meglátogassanak 800 egyedül élő idős embert. A szociális étkeztetést két kollega végzi, de nyilván együttműködnek a tanyagondnokainkkal, tehát hogyha valamilyen problémát észrevesznek, tapasztalnak, akkor szólnak a tanyagondnokoknak. A tanyagondnokok segítik az információ áramlást, információ nyújtást az időseknek, házkörüli munkában nyújtanak segítséget, tehát fát vágnak, begyújtanak, hogyha arra van szükség az idősnek, gyógyszert feliratnak, kiváltanak,
bevásárolnak, illetve egészségügyi vagy ilyen kulturális műsorban szállítják az időseket. A megyeszékhelyen működő periféria egyesület munkatársai minden este felkeresik az utcán élő hajléktalanokat, és meleg teával, takarókkal látják el őket. A téli időszakban a megemelt utcai ellátási szám mellett a rászorulókat akár az éjszakai melegedőbe is elszállítják az egyesület kríziskocsijával. Két kiemelt feladatunk van ilyenkor, egyrészt a 24 órás diszpécser szolgálat működtetése, ami azt jelenti, hogy 24 órában a szociális munkások fogadják a bejelentéseket a régióból. Ezek a bejelentések utcán krízishelyzetbe került általában hajléktalan, de nem csak kifejezetten hajléktalan személyekkel kapcsolatban intézkednek, vagy érkeznek, illetve a másik szolgáltatás, ez a 24 órában működő krízisautó szolgálat, ahol két szociális munkás rendelkezéssel folyamatosan egy felszerelt autón, és ezekre a bejelentett hívásokra helyszínre mennek és intézkednek. A Periféria Egyesület vezetője elmondta, hogy tevékenységi területükön az elmúlt években nem történt kihűléses haláleset. Hiába a mínuszok, még mindig nem érdemes jégre lépni a nyíregyházi tavakon. Hogy miért, arról hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. Az NB3 keleti csoportjának listavezetőjéhez 4-5 új játékos érkezhet ezen a héten. Mátyus János együttese szombaton a Nyírbátor ellen játssza első edzőmeccsét. Az elmúlt 3 évtől eltérően idén nem utaznak dél-afrikai edzőtáborba a nyíregyházi dobóatléták. Szikszai Róbert diszkoszvetésben megcélozza az olimpiai kiküldetést jelentő 65 métert, de első lépésként az amszterdami Európa-bajnokságra szeretne kijutni Kerekes László tanítványa. Hiába a mínuszok, még mindig nem érdemes jégre lépni a nyíregyházi tavakon. A jégréteg vastagsága változó, átlagosan 6-8 cm, amely még messze nem éri el a biztonságos 12 cm-es szintet. Így a tavak üzemeltetői arra figyelmeztetnek, a balesetek elkerülése érdekében ne korcsolyázzanak a téli sportszerelmesei. Megérkezett a sokak által várva várt téli hideg, és ezzel együtt a hó is. A természet ilyenkor az egyik legszebb arcát mutatja, így néz ki madártávlatból a sóstói tó. Az elmúlt napok hideg időjárása ellenére is tilos azonban korcsolyázni a nyíregyházi tavakon. A jégtakaró átlagosan 6-8 cm sóstón, míg a bújtoson 4-10 cm között ingadozik, a hótakaró alatt azonban sokszor nem lehet megállapítani a vastagságot. Alapvetően 12 cm jégvastagságtól biztonságosak a szabadvizek, de olyankor is csak saját felelősségre használható, gyerekeknek pedig szülői felügyelet mellett. Jelenleg tilos korcsolyázni. Először szemrevédelezéssel győződjünk meg a jég biztonságáról, biztonságosságáról, illetve ha recseg, ropog a jég, akkor azonnal le kell jönni a jégről. Ha lehetőség van, akkor hasrafekve óvatosan kijönni, soha ne menjünk egyedül korcsolyázni, mindig társaságban, legyen nálunk mobiltelefon, ez lehetőleg vízhatlan helyre eltéve, hogy segítséget tudjunk kérni. Nagyon fontos az, hogy ne essünk pánikban. Ha véletlenül olyan helyen szeretnénk korcsolyázni, ahol nem vagyunk ismerősek, akkor kérdezősködjünk a helyiektől, hogy hol szoktak korcsolyázni, figyeljük a nyomokat is esetleg. De a legbiztosabb és legbiztonságosabb módja az, hogyha kijelölt pályán vagy területen korcsolyáznak. A téli sport kedvelőinek a Bújtosi Városligetben a játszótér mögött található záportározót töltötték fel és jelölték ki korcsolya pályának. Itt egy közel 2000 négyzetméteres biztonságos felület áll a korcsolyázók rendelkezésére, amelynek mindössze 40 cm a mélysége. A közterület felügyelet és a rendőrség szakemberei egyaránt ellenőrzik a nyíregyházi tavakat. A szabad vizeknek, tavaknak, folyóknak a jegén akkor szabad tartózkodni, hogyha azt nem tiltja semmi. Legjobb olyan helyen korcsolyázni, hogy ezt külön megengedik, illetve erre kijelölt helyen,
hogyha valaki tiltott helyen tartózkodik a jégen, akkor akár büntetésre is számíthat. Szerintem azonban ne ezért ne menjenek a tavak, folyók jegére, ott, ahol nem szabad, hanem azért, mert roppant veszélyes, akár tragédia is történhet ebből. A jégen tartózkodókat a szabályok megszegése miatt a rendőr, a közterületfelügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője felszólíthat, helyszíni bírságot szabhat ki 5000 és 50000 forint között, de akár szabálysértési eljárást is indíthat, amely 150000 forintig terjedő pénzbírságot jelent. Elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. Az NB3 keleti csoportjának listavezetőjéhez 4-5 új játékos érkezhet ezen a héten. Mátyus János együttese szombaton a Nyírbátor ellen játssza első edzőmeccsét, amelyet még 8, köztük 4 törökországi követ a február 10-én esedékes Debrecen elleni magyar kupa mérkőzésig. A hétfői orvosi vizsgálatot követően kedden a konditeremben kezdték a napot a Nyíregyháza Spartacus játékosai. A héten délelőttönként teremben, délutánonként pedig az örökösföldi műfüves pályán tart edzéseket a csapatnak a szakmai stáb. A játékos keret még nem végleges, lesznek távozók és olyan érkezők is, akiket már a következő szezon szem előtt tartva igazol le a klub. Igyekszünk most olyan játékosokat idehozni a csapathoz, akit NB2-be is már számításba lehet venni. Tehát azért vagyunk óvatosabbak, 8-10 játékost könnyű lenne most idehozni, nem akarjuk felforgatni a keretet, meg nem akarunk fél évre igazolni. Olyan játékosokat fogunk igazolni, akivel fél év plusz egy éve szerződést kötünk, hogy ez alatt a fél év alatt derüljön ki, hogy alkalmas azokra a célokra, amire a szakvezetés szánta, vagy esetleg van olyan játékos, aki sérült, de tehetséges, illetve sérülésből lépett ki, és tesztelni akarjuk ebbe a fél évben, hogy alkalmasabb komoly fizikai munkára. Nyilván az lenne a cél, hogy már most alakuljon ki egy NB2-es csapatnak a gerince, és a nyáron a hiányzó posztokra még ráigazolni. Félig meddig ezt tartjuk most szem előtt, ezért is vagyunk óvatosabbak az igazolással. Mátyus János vezetőedző szerint kemény 5 hét áll a futballisták előtt. Ez a legnehezebb időszak a játékos életében, a téli fölkészülés. Bár most nem lesz annyira hosszú, mint ami akkor ágyabban volt, hiszen február közepén már fogunk játszani tétmérkőzést, de hát kemény lesz. Reméljük, a sérülések megkímélnek minket, és reméljük, hogy minél több minőségi játékos még időben utcsábbi. A Spari szombaton 10 órától a Nyírbátor ellen játszó első edzőmeccsét az örökösföldi pályán. Január 22-ig hazai környezetben készül a csapat, majd a törökországi Belekbe utaznak Törtejék, ahol 4 mérkőzésen lépnek pályára külföldi együttesek ellen. A bajnokság február 13-án rajtól előtte 10-én a Magyar Kupában a Debrecen fogadja Mátyus János együttese. Az elmúlt 3 évtől eltérően idén nem utaznak dél-afrikai edzőtáborba a nyíregyházi dobóatléták. Szikszai Róbert diszkoszvetésben megcélozza az olimpiai kiküldetést jelentő 65 métert, de első lépésként az amszterdami Európa-bajnokságra szeretne kijutni Kerekes László tanítványa. Az elmúlt évben sikeresen szerepeltek a nyíregyházi dobóatléták, közülük 3-an is döntőbe jutottak a tallini U23-as Európa-bajnokságon, ahol a diszkoszvető Szikszai Róbert bronzérmet szerzett. Az idei szezonra egyelőre itthon készül Kerekes László csoportja, mivel a szakember szerint a legjobbak az elmúlt 3 esztendőben a dél-afrikai edzőtábort követően túl hamar kerültek csúcsformába, így a versenyidőszak második felében már elmaradtak a várt eredmények. 2 hónapja kezdtük el az úgynevezett alapozást, nagyon jó állapotban vannak a fiúk, eddig sikerült sérülésmentesen és betegségmentesen készülni, ami igazán nagy dolog, mert van ugye 30 gyerek, még ugye annyiból áll a csoport. Nagyon, sokkal előrébb tartunk, mint tavaly ilyenkor, holnap lesz a felmérés, és igazából akkor számszerű adatokkal is tudom összesíteni, hogy hogyan állunk. A 63-20-as egyéni csúccsal rendelkező Szikszai Róbert megcélozza a 65 méteres olimpiai kiküldetési szintet, az amszterdami felnőtt Európa-bajnokságra pedig már 63 méterrel is kijuthat a diszkoszvető, persze csak akkor, ha nem előzik meg hazai riválisai. Az EB-re is és az olimpiai is 3 fő indulhat. Elég erős most a mezőny, mert ha jól tudom, Fazekas Robi is lehet, hogy vissza fog térni. Ugye Kővágó Zoli, ugye egyértelmű, hogy ő a legesélyesebb nálunk, és utána még azért vagyunk itt 4-en, így fiatalok, akikből ugye majd valószínűleg így akkor csak egy ember mehet, és hát reméljük én leszek.
A legjobb dobók a szabadtéri versenyidőszak előtt még elutaznak edzőtáborozni Tatára, majd Portugália és Montenegró következik a sorban. Közben a téli dobóbajnokságon és a fedett pályás versenyeken súlylökésben mérhetik le formájukat az atléták. Győzelemmel kezdte az évet Fucsovics Márton. A világranglista 214. helyén álló nyíregyházi teniszező az ausztráliai Adelaide-ben egy 70 ezer dollár összdíjazású ATP Challenger torna első fordulójában 6-4-6-4-re verte a 180. helyen rangsorolt olasz Matteo Donatit. Fucsovics a 8 közé jutásért az ausztrál Maverick Baines ellenlép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket, még egyszer néhány mondatban. Megjelentek a terület és település fejlesztési operatív program első felhívásai. A TOP a helyi közvetlen gazdaságfejlesztést támogatja majd elsődlegesen, valamint forrásokat biztosít a települési önkormányzatok és a megyék fejlesztéseihez. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke arról tájékoztatta televíziónkat, a hónap végétől már több felhívásra lehet pályázni, ezért szakmai értekezéseket tartanak ezen a héten. 2015 első 10 hónapjában 76.531 gyermek született Magyarországon. Ez 366-tal, azaz 0,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Térségünk kiemelkedő helyen szerepel, évről évre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születik a legtöbb gyermek. Ám a gyermekvállalás ideje kitolódott, mondják a szakemberek. A 20 évesek körében egyre kevesebb a szülés, a 40 évesek között pedig már nem ritka a gyermekvállalás. A hajléktalanok jelentős része fedél alá húzódott a nagy hidegben, az utcán élőkre pedig kiemelt figyelmet fordítanak a szociális egyesületek. A mínusz 10 fokot is meghaladó hideg beköszöntével egyre több melegételt osztanak, és egyre több tanyagondnoki feladatot látnak el a Jobb Oliver szeretetintézmény munkatársai, akik naponta akár többször is felkeresik a rászorulókat. A Kölcsei Televízió keddi híradóját látták. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd önöket, híreinket addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap enyhül a hideg, de marad a borongós idő, délnyugat felől egy mediterrán ciklon éri el térségünket, ami néhány fokkal enyhébb, de továbbra is nedves levegőt hoz. Éjjel is marad a borult idő, gyenge havazás is előfordulhat, mérsékelt marad a légmozgás, reggelre általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap erősen felhős párás időre lehet számítani, gyenge havazás, havas eső, akár únos eső is kialakulhat. Az északkeleties szél mérsékelt marad, délutánra mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet, kettős fronthatás várható. A hét második felében változékony időre van kilátás, felhősebb és rövid napos időszakok váltják egymást, és kevés csapadékra is számítani lehet, eleinte havazás, havas eső, únos eső, majd vasárnaptól eső formájában. Folytatódik az enyhülés, éjszakánként fagypont alatt marad a hőmérséklet, napközben viszont csütörtöktől olvadni fog.